Sziasztok! Ez csak egy rövid helyzetjelentés, én a helyi Los Angeles-i Venice-i, azaz Sepulveda Boulevardon lévő Costco-ból, és ha megnézitek, akkor jóformán mindenki ugyanazokat a cuccokat veszi, amit a zsíros deszka rakott föl, videóját, WC-papír, víz, illetve itt is a papír áru jóformán kifogyóban van. Szóval az emberek úgy néz ki, hogy hallgatják a híreket, ami ugye arról szól, hogy itt is már van áldozata, Seattle-ban meghalt egy ember, mondják a koronának. Tehát, mint látható, víz, WC-papír, hát persze én is vettem. És igazából ugye azért, hogyha tényleg esetleg azt mondják, hogy jobb félni, mint megijedni, és mindenki maradjon otthon, akkor nem kell szaladgálnom üzletekbe, amik valószínű, hogy addigra ki lesznek fogyva. Hisz lássuk be, itt még igazából annyi eset sincs, mint máshol Európában, és már az emberek vásárolnak. Illetve itt a Costco-ban is, ha megnézzük. A sor, tehát nem is tudom hány kassza működik, és mindegyiknél végeláthatatlan sorok vannak. Ez se szokott jellemző lenni itt a Costco-ban. Igaz, hogy vasárnap van, délelőtt, 10 órakor nyitott, de ez nem jellemző a vasárnapokra. Szóval itt is elkezdtek az emberek őrült módjára vásárolni. Tartós élelmi, ja, rizst nem találtunk, száraz tésztát nem találtunk. Úgy egyébként vannak áruk, tehát van élelem, de ezek a tartós, száraz cuccok, ezek kifogytak, nincsenek. Hát csak ezt úgy szerettem volna elmondani nektek. Helyzet jelentésként. Csőváz. Sziasztok! Ez nem egy panikkeltő videó, de nézzétek meg mindent! Big like! Ajánlom mindenkinek!